Bizonyára tudjátok, hogy az Amerikai Egyesült Államokban 2017. augusztus 21-én teljes napfogyatkozás lesz, mely a nyugati parttól átszeli az országot egészen a keleti partig, két részre osztva azt. Meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan néz ki ez a napfogyatkozás számokban, és hogy vajon van-e ennek jelentősége a jövőnkre nézve. De annyit mindenképp előjáróban, hogy nem véletlen, ahogyan ezt a pólót is megszerkesztették, mégpedig pontosan két részre osztva az országot, úgy, ahogyan az Amerikai Egyesült Államok jelenleg áll. A társadalom két része szakadt, és Donald Trumpnak ebben fő szerep jutott, úgy, ahogyan azt hónapokkal ezelőtt hallhattátok már a videókban. Pontosan ez a szerepe, ez az, amiért őt megválasztották, illetve ez az, amiért őt kiválasztották. Ő lesz az, aki ezt az országot teljes mértékben ketté szakítja, de nem csak két részre, hanem az erkölcstelenség, a tudatlanság, az ostobaság és az emberek egoizmusa mentén számtalan kisebb csoportra. Valósága számtalan. Mindenki talál magának egy csoportot az országban, és ahhoz csatlakozik, hogy ostoba szlogeneket és elérhetetlen célokat próbáljon meg megvalósítani. Mindezt a média, a politika, illetve az oktatás és a szórakoztatóipar különböző hazugságokkal gyakorlatilag 24 órában táplálja ezt a tüzet és ezt az ellenségeskedés az emberek közt, ez pedig az egész világon terjed, és rohamos mértékben keríti hatalmába az emberiséget. Amerika két része szakadt, de mondhatnánk azt is, hogy több száz része szakadt, azonban egyértelmű az ellenállás a két fő csoport között, amelyik a demokrata és a republikánus, aki támogatja Trumpot, illetve aki nem. Én hiszem, hogy ez egy jel nem csak Amerikának, hanem az egész világnak, hogy ezt vajon azok, akik a világot irányítják és uralják, hozzák el létre a technológiák segítségével, vagy pedig ez valóban egy természetes jelenség, erről csak igazából spekulálni lehetne, ami tény, az tény. Maga a napfogyatkozás, ugye, mint eclipse, az 33 a pitagoraszi numerológiában. A napfogyatkozás Oregonban kezdődik, érdekes módon pont Salem városánál, ugye Salem, Jeruzsálemről kapta nevét, Jerusalem, vagy Salem. Érdekes módon Oregon 33. államként lépett be az Amerikai Egyesült Államokba 1859. február 14-én. Oregon volt a 33. állam. A 33-as szám az igen jelentős, amint már azt kitaláltátok. Különösen azoknak, akik irányítják és uralják ezt a világot. Erről több videót láthatatok már, úgyhogy ebben nem megyek bele most. Külön. Következő dolog, amit érdemes megemlíteni, az az, hogy ugye Salemben kezdődik az Amerikai Egyesült Államokban, ami Jerusalem, azaz Jeruzsálem. Maga a napfogyatkozás az agc.com weboldal szerint ugye 2017-ben 10 óra 16-kor kezdődik Newport, Oregon, illetve Lincoln City, Oregon között. Gyakorlatilag Salem mellett. Az az érdekes ebben, hogy amikor Amerikában sötét lesz, ugyanakkor Jeruzsálemben augusztus 21-én szintén lemegy a nap 19 óra 16-kor. Tehát a két helyen egyszerre lesz sötét. Az érdekessége ennek az, hogy az írás mind az Amerikai Egyesült Államokat, mind pedig a mai Izrael területét Babilonnak hívja, ugye Jelenések könyvében
Szodomának, illetve Egyiptomnak, ahol a siákot megölték, hívja Izraelt, míg az Amerikai Egyesült Államok egyértelműen a modern Babilon. Úgyhogy szerintem jelzés értékű az, hogy a két helyszínen egyszerre lesz sötét. Ami a számokat illeti, augusztus 21-e 2017-ben az év 233. napja. Úgyhogy a 33-as feltűnik ott is, 2x33 természetesen 66. Bizonyára hallottatok már a szeptember 23-ai csillag együttállásról, amiről jelenések könyve 12. fejezetben olvashattok, amikor is a nő a napba öltözve, kinek a lábánál a hold található és a fejénél egy korona, amely 12 csillagból állt, és világra hozta a gyermekét. Úgyhogy erről van szó jelenések könyve 12. fejezetben, ami szeptember 23-án lesz. Aki ismeri a 2017-es naptárt, annak feltűnhet az, hogy szeptember 23 az egy sabát. Augusztus 21 és szeptember 23-a között pedig 33 nap fog eltelni. Szeptember 23-a, amikor is ez az égi jel fog bekövetkezni, a 266. napja az évnek. És szeptember 23-ától, amikor is a jelenések könyve 12 jel lesz látható az égen, 99 nap fog eltelni, december 31-ig az év utolsó napjáig. Még annyit, hogy augusztus 21 és szeptember 29 között 40 nap fog eltelni, augusztus 29 pedig Jom Kippur, az engesztelés napja, ami szintén egy sabát. Ez az a nap, amikor is az ember engesztelést kér, illetve nyerhet a Teremtőtől. 40 pedig egy érdekes szám, hiszen Mosé, vagyis Mózes 40 napig írta a törvényeket a Sínai hegy tetején, a Messiánk pedig szintén 40 napig járta a pusztát, amíg az ellenség megkísértette. Augusztus 21-től, amikor a napfogyatkozás lesz Amerikában, pedig 133 nap telik el, majd december 31-ig az év utolsó napjáig. Azt már láthattuk, hogy a napfogyatkozás Amerikát Dél-Karolinánál fogja elhagyni, mégpedig Charleston városánál. Charleston városa pedig érdekes módon a 33. szélességi fokon található. Az AGC.com oldalról megtudhatjuk azt, hogy a hold árnyéka, azaz maga a napfogyatkozás pontosan 1 óra 16-kor lép be az ország területére, amit láthattunk Oregonnál, és elhagyja azt 2 óra 49 perckor, ahogyan azt megvizsgáltuk, Dél-Karolinánál, ami azt jelenti, hogy 1 óra 33 percig fog áthaladni az országon. Ha ellátogatunk a Forbes weboldalára, akkor láthatjuk azt, hogy Amerika előző napfogyatkozása, mely egyik parttól a másik partig tartott, az 1918-ban fordult elő legutóbb. Ami azt jelenti, hogy 99 éve volt utoljára olyan napfogyatkozás, mely az Amerikai Egyesült Államok egész területét érintette, 99 pedig 3x33. Carbondale az a város, ami legközelebb van ahhoz a ponthoz, ahol a leghosszabb ideig lesz teljes napfogyatkozás. Carbondale érdekes módon 33 a Kaleusi numerológiában, még ugye azt már láttuk, hogy maga a napfogyatkozás szintén 33, csak a pitagoreszi numerológiában. Ha már itt tartunk, maga a napfogyatkozás Carbondale-ben 1 óra 20 perckor kezdődik, a Central Daylight Time számítás szerint augusztus 21-én 2017-ben. Amint azt olvashattuk, ez az a hely, ahol a leghosszabb ideig fog tartani a napfogyatkozás, a teljes napfogyatkozás, ami a Greatest Point of Duration,
a leghosszabb ideig tart majd 2017. augusztus 21-én, és ez 133 a pitagoraszi numerológiában. Pontosan 2 perc 38 másodpercig fog tartani, ami 158 másodperc. Ahogy azt már említettem, korábban lesz egy másik teljes napfogyatkozás 2024. április 8-án, azaz 7 év múlva az Amerikai Egyesült Államokban, mely a másik irányból fog érkezni, és egy X-et formál ezzel a mostanival az Amerikai Egyesült Államok közepén. Érdekes módon ez az X egy Cedar Lake, azaz Cédrus tó nevű állóvíz fölött fogja keresztezni egymást. Cedar Lake szintén 33 pitagoraszi numerológiában. A legközelebbi település azonban Makanda lesz Illinoisban, mint egy 500 lakossal. Nagy hirtelen ezeket gondoltam, hogy megosztom veletek, amit erről a napfogyatkozásról megtudtam, a számokat illetően, és hogy vajon van-e ennek jelentősége, vagy sem, az ki fog derülni hamarosan. Az biztos, hogy ahogyan a világ alakul, az egyáltalán nem tartogat sok jót, különösen azoknak, akik még mindig abban hisznek, hogy a világ véletlenek összessége, és hogy majd ők a tudásuk alapján képesek lesznek ezt megérteni, és megváltoztatni. Ezt a rendszert nem lehet megváltoztatni, ez a rendszer nagyon régóta működik, és intelligens, okos emberek hosszú-hosszú évszázadok óta tervezik, és az ellenség irányításával nagyon régóta elítették azt a lakossággal, hogy ez nem így van. Mindenki várja a jeleket, várja azt a napot, amikor majd kihirdetik, hogy új világrend van, vagy megváltozott a rendszer, vagy ez történik, vagy az történik. A probléma az, hogy már réges-régen az van, csak az emberek nem vették ezt észre, ugyanis túlságosan elfoglaltak voltak azzal, hogy kielégítsék a különböző szenvedélyeiket és vágyaikat. Jelek az égen, ide vagy oda, vagy a földön, ide vagy oda, teljesen mindegy. Hiszen a holnap egyikünk számára sem garantált. Nagyon remélem, hogy ez a videó hozzájárul ahhoz, hogy némelyek legalább elgondolkozzanak azon, hogy mi is az, amiben hisznek, és hogy vajon az a sok-sok véletlen, ami körbeveszi őket, az nem-e egy hosszantartó és precíz tervezés eredménye, mely azt okozta, hogy az emberiség nem csak hogy elhitte a hazugságot, hanem valóban egy beszélő űrmajommá vált, aminek semmiféle célja nincs, semmiféle értelme nincs az életben. Csak az, hogy kielégítse a saját primitív vágyait, és valahogy kitöltse azt a kis időt, ami számára adatott ezen a földön. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja!